Az államtitkár és küldöttsége hétfő reggel kezdte körútját a délbácskai Vajszkán, a helyi magyar kultúrházban. A településen kevés magyar él, leginkább mezőgazdasággal foglalkoznak. Az elvándorlás és a magyar nyelvismeret elhalványulása itt is megtette a hatását. Hasonló problémák vannak, mint a többi helységben. Itt Vajszkán is az van, magyar nyelv, volt magyar nyelv az iskolában, de most meg van szüntetve, de vagyis nincs megszüntetve, hanem nincs tanár, magyar tanár. A gondok ellenére összetartanak, és többen is élni szeretnének a magyar kormány és a Prosperitáti Alapítvány által nyújtott lehetőségekkel. A páromnak van kedve venni egy traktort, nem muszáj új, lehet olyan fél új traktor, és mivel ő nem tud ő magyarul, mert kapott ő magyar állampolgárságot is, én is kaptam magyar állampolgárságot, csak ő nem tudja jó kifejezni magát. Azt akkor kérdezte, hogy milyen lehetne ő, meg milyen lenne a képzések, meg mi a megfelelő, hogy bírná kapni. A magyar államtitkár meghallgatta a helyieket, és elmondta, fontos, hogy helyesen és hiánytalanul töltsék ki a pályázáshoz szükséges dokumentációt. Mindenben segítenek a Prosperitáti Alapítvány helyi irodái. Biztatta azokat a helyi magyarokat, akik még nem rendelkeznek magyar állampolgársággal, hogy igényeljék azt, amennyiben vannak magyar felmenőik. Így ők is pályázhatnak és élhetnek a lehetőséggel. Magyar Levente Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára Vajszka után Bácsra érkezett, a helyi kultúrközpontban találkozott a magyarság képviselőivel, illetve tájékoztatta őket a pályázás részleteiről. A szórványban a magyar nyelvismeret csekély a magukat magyarnak valló körében is, ez pedig másfajta feladatokat is szab a magyar kormányra, mondta Magyar Levente a Bácsi találkozót követően. Itt nem magát a gazdaságfejlesztési programot kell hirdetni, mert ugye annak az előfeltétele az állampolgárság megléte, csak olyanok pályázhatnak, akik magyar állampolgárok, hanem itt az a fő feladat, hogy az embereket visszahozzuk a magyar kultúrkörbe, megszólítsuk őket magyarságuknál fogva, megtanítsuk őket magyarul, utána eldöntik, hogy kívánnak élni azzal a lehetőséggel, hogy a kettős állampolgárság minden magyar származású Kárpát-medencében élő ember számára adott, tehát felveszik az állampolgárságot vagy sem. Amennyiben viszont úgy döntenek, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, akkor ezáltal az a lehetőség is megnyílik számukra, hogy a gazdaságfejlesztési programban részt vegyenek. Tehát itt egészen más, hogy kell ehhez a feladathoz hozzányúlni, mint mondjuk Szabadka vidékén, vagy bárhol máshol a több magyarság régióiban. Mint egy 3000-en pályáztak eddig Vajdaságból is, 2500 körül van a nyertes pályázatok száma, mondta el a magyar államtitkár. Hozzátette, akik megfeleltek a formai követelményeknek, pozitív elbírálásban részesültek, de a program java azonban csak most következik. Vasárnap kiírtunk, azaz tegnap este kiírtunk egy újabb hatalmas összeget, több mint 15 milliárd dinárt. Ennek a nagy része, mint egy 12 milliárd dinár, egy nagyjából 1% körüli hitel keret. A maradék része pedig visszanemtérítendő támogatás. Ez egy óriási összeg, ami nyitva áll mindenki előtt, aki akár már részt vett a programban, és szeretne újabb fordulóban, tehát újabb összegekben, támogatásban részesülni. Nyitva áll azoknak is, akik eddig nem pályáztak, mert szkeptikusok voltak, vagy nem voltak jogosultak, de azóta ezt a jogosultságot megszerezték. A Prosperitáti Alapítványnál most két hitelkonstrukciós és három kisösszegű támogatásra lehet pályázni. Ezekről bővebb információt a www.prosperitati.rs honlapon, valamint a Magyar Küldöttség körútjának további állomásain kaphatnak az érdeklődők személyesen.